A Maglódi képviselőtestület legutóbbi ülésén született legfontosabb döntésekről a polgármester tájékoztatta televíziónkat. Megtudtuk, hogy a 60 férőhelyes bölcsöde megépítésére benyújtott pályázattal és az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatban is határoztak, de a megújuló városházak korszerűsítésének részleteibe is betekintést nyertünk. Egy döntést szeretnék kiemelni, ez kettő pályázatnak a benyújtásáról szól. Felhatalmazott a képviselőtestület, hogy készítsek elő egy bölcsődei pályázat dokumentációt, amelyet a pályázat kiíráskor be tudunk adni. Korábban szerettünk volna egy 60 férős bölcsödét létesíteni Maglódon, akkor ez nem sikerült, most úgy tűnik, hogy talán sikerre tudunk pályázni, minden esetre eséllyel a következő kiíráson. Szeretnénk, hogyha jövőre ez a bölcsöde meg tudna épülni, és szintén egy pályázati beadásról is döntést hozott a képviselőtestület, ez pedig a központi iskola és a nyaralói iskola két régi épületszárnyának az energetikai korszerűsítését jelenteni. Szeretnénk, hogy a polgármesteri hivatalt is, úgy az iskola régi épületeit is külsőleg felújítani, tetőszerkezetét kicserélni, tetőhéjazatát, és egy korszerűbb fűtés technológiára áttérni. Az önkormányzati épülete mikor készül el véglegesen a felújítása? Hát a kérdés nagyon jó, szeretném én is tudni, meglátni a végét. Szeptember 30-a volt a határidő, de több olyan módosítást kértünk a korábbi tervhez képest, amelyet a kivitelezők nehezen tudtak teljesíteni, de úgy tűnik, hogy átlendültek a kezdeti nehézségeken, és bízom benne, hogy most egy héten belül az azt jelenti, hogy október közepére el fog készülni teljes mértékben a városháza épülete, és úgy gondolom, hogy minden maglódi büszke lehet rá, mert városnak most már igazi háza lesz. A városháza nem csak hőszigetelő burkolatot kapott, hanem új formát is. Kitervezte ezt, miért volt rá szükség, és milyen szabályoknak kellett megfelelni? Hát az eredeti terveket még anno Aldorfer Csaba készítette, de aztán az ő munkáját Horváth Zoltán főépítész folytatta tovább, és neki köszönhetően a városháza visszakapja az egykor volt régi külső jellemzőit. Itt felhívnám figyelmet, hogy egy kis toronyszerű emelvény is került az épület sarkára, valamikor így nézett ki a korabeli maglódi, akkor még községháza, és hát a szín választásban is igyekeztünk ennek is a kontúrjait megteremteni, tehát az alsó fehér szín jelenti a régi városháza épületét, a felső ráépítés az egy ilyen világos drapszínű színezetet kapott, ez pedig a későbbi ráépítést. Korábban a pályázatbeadás akkor még műanyag ablakokkal terveztünk, amelyet a főépítészünk javaslatára fára cseréltünk, és a korábbi nyilászáró vonalakat is igyekeztünk visszacsempészni az épületre, és hát a megfeleltetés természetesen a mostani energetikai előírásoknak megfelelően történt, tehát tudja azokat a paramétereket a mostani új nyilászáró állomány, amit a műanyag ablak is tudott, de sokkal időtállóbb, és hát bízom benne, hogy esztétikusabb is, mint egy sima műanyag. Bilé.